A Kamion Európa bajnokság júniusban már sorozatban az 5. alkalommal szerepelt hazánkban. Ahogy az évek során megszokhattuk, az érdeklődésre ismét nem lehetett panasz. Szombaton és vasárnap is 2-2 futamot tartottak, az első verseny rajt lehetőségét pedig az 5-szörös Európa-bajnok Jochen Hahn vívta ki a spanyol Albacete előtt. Amikor a rajtlámpák kialudtak, 16-5 tonnás kamion mozdult el az első kanyar irányába. Kis Norbert, aki a szezon első hétvégéjén már szerzett egy győzelmet, jól helyezkedett a start után, és a 6. helyet foglalt el, szorongatva az előtte haladó versenyzőket. A 2-szeres Európa-bajnok magyar pilóta végrehajtott egy sikeres előzést, de fék probléma miatt elveszítette a pozíciót, így 6. zárta a hétvége első futamát. A győzelmet Hahn szerezte meg, akinek társaságában Albacete és Rodriguez állt fel a dobogóra. Az első futam legjobb 8 helyezettjének sorrendjét megfordították a 2. versenyrajtrácsán. Így a 8. Reinert került az első rajtkockába, Kiss pedig a 3. A páratlan oldalról induló versenyzők pozíciókat veszítettek az indulásnál, a szombathelyi Mercedes pilótát pedig éppen Hahn szorongatta. Végül a 2-szeres bajnok kivédte az 5-szörös első támadásait és megszerezte az 5. helyezést. Az első 3 helyen 3 német végzett, a győztes Lenz, Reinert és Steffi Hahn pesgőztek a pódiumon. A 3. verseny rajtrácsáról ismét Super Pole döntött, melyet újfent Hahn nyert, Kiss pedig a 4. kockát vívta ki. A hazai pilótára összpontosult a sajtó és a 25 000 helyszíni néző figyelme. Norbi dörzsölhette a tenyerét, mikor esős rajtot hirdettek, hiszen Olaszországban ilyen körülmények között szerezte meg a futamgyőzelmet. A Tankpool 24 versenyzője végül az előtte haladó Lenz látványos motorhibájának köszönhetően nyert egy pozíciót, így a rajongók nagy örömére a Hungaroringen felállt a dobogóra, ahogy előtte is minden évben. Társaságában a szezonja 4. győzelmét megszerző Hahn és a 2. Hahn ünnepelt. Az utolsó 4. futam pole pozíciójából induló Anderson a rajtnál megtartotta a vezetést, de az első kör végén Körzim megrohamozta a brit pilótát, repültek a karosszéria elemek, a francia pedig az erre állt. A hétvégét megelőzően a bajnokságot vezető Lacskónak katasztrofális versenyei voltak, az utolsóról műszaki hiba miatt állt ki. A 3. helyért vívott csatában ütötték, vágták egymást a versenyzők. Hahn remekelt, Kiss Norbertnek ezúttal a 6. pozíció jutott. Eközben a magabiztosan vezető Körzim behozta Ivekóját az első helyre, Reinert és Albacete előtt, azaz sok német mellett egy francia is remek hétvégét zárt a ringen.